Üdvözöllek benneteket! A háromszögek szerkesztésével kapcsolatos első feladatunk a következőképpen szól. Szerkezd meg az ABC háromszöget, ha adott három oldala. AB egyenlő 6 cm, AC egyenlő 5 cm, és BC egyenlő 3 cm. Ha megnézzünk egy általános háromszöget, amelynek csúcsait, illetve szögeit figyeljük, akkor láthatjuk, hogy a következő adatok vannak meg. Először is tudjuk, hogy az AB 6 cm, tehát tudunk egy oldalt. Tudjuk, hogy az AC 5 cm, ez a másik dolog, amit tudunk. És a BC 3 cm. Ez az oldal-oldal-oldal tétel alapján, tehát három oldalt ismerünk, ez alapján fogjuk megszerkeszteni a háromszögünket. Rajzoljuk le ezeket az oldalakat, amelyek megvannak adva a feladatban. Először is megrajzolunk egy 6 cm hosszúságú szakaszt, ez lesz az AB. Utána megrajzolunk egy 5 cm hosszúságú szakaszt, ez lesz az AC. És a végén megrajzolunk egy 3 cm hosszúságú szakaszt, ez lesz a BC. Ahhoz, hogy meg tudjuk szerkeszteni a háromszöget, leellenőrizzük, hogy ennek a háromszögnek ismerjük-e az alapját. Igen, láthatjuk, hogy az AB oldalunk megvan. Ezért a szerkesztést úgy fogjuk kezdeni, hogy tetszőlegesen rajzolunk egy szakaszt, illetve hát először is egy félegyenest. Erre a félegyenesnek az egyik pontjára rárajzoljuk, fölvesszük az A pontot, és a B pontot úgy fogjuk megkapni, hogy az AB szakaszt lemérjük és rávisszük. Tehát le kell, hogy mérjük az AB szakasznak a hosszát, és amilyen hosszú az AB szakaszt, az A pontba kell, hogy szúrjuk a körzönket, és egy körívet rajzolunk. Ezzel megkaptuk a B pontunkat, amire még szükségünk lesz, hogy megkapjuk a C pontot, tehát a háromszögnek a harmadik csúcsát. Mivel mi tudjuk az AC oldal hosszát, tehát AC egyenlő 5 cm, így most ezt az oldalt is le kell, hogy mérjük, tehát körzőnyílásba vesszük, lemérjük az AC-t, és mivel az AC oldalt ismerjük, így mindenféleképp az A pontba kell, hogy húzzuk, szúrjuk, és ezzel a körzőnyílással egy körívet kell, hogy rajzoljunk a háromszög belsejében. Még nem tudjuk, hogy hol helyezkedik el a háromszögnek a harmadik csúcsa, tehát a C pont. Ezért most le kell, hogy mérjük a harmadik ismert oldalt, ez pedig a BC. Mivel a BC szakaszt ismerjük, BC oldalt ismerjük, ezért mindenféleképp a B pontba kell, hogy szúrjuk a körzőnket. És a háromszög belsejében ugyancsak egy körívet kell, hogy húzzunk. Ahol ez a köriv metszi egymást, illetve a két köriv, ahol metszi egymást, ott lesz a harmadik pontunk, ez a pedig a C csúcs. A végén már csak az marad, hogy ezeket a pontokat összekössük, tehát az A pontot összekössem a C ponttal, illetve a B pontot összekössem ugyancsak a C csúccsal. És így kaptuk meg az ABC háromszöget, melynek ismertük oldalait, egyik oldalát 6 cm, másik oldalát 5 cm, és a harmadik oldala 3 cm.